Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Kocsis Angéla, két fecske, szeretettel köszöntelek, szia Angéla. Köszöntelek én is téged, szia. Hát egy nagyon izgalmas hétvégén, egy nagyon izgalmas vasárnapi délelőttön vagyunk túl, így együtt is, meg külön-külön is, de hát főleg te, mert hogy a két fecske és a Világsziget köz szervezésében a Rajka Kúriában történt egy divatbemutató, meg egy ökovásár, és nagyon nagy sikere volt, meg nagyon nagy nézettsége volt ennek a történetnek. Ugye sok-sok ilyen aktualitása volt, de a legfontosabb az az volt, hogy most tartották a Fashion Revolution Week-et, a 24-e meg pont a napja volt, tehát a Fashion Revolution Day, és egy kicsit erről, magáról a mozgalomról csak néhány mondatot, mert ez egy nagyon érdekes mozgalom, amihez te a ruháiddal, meg egyáltalán az egész személyiségeddel, meg azzal, amit a két fecskében megvalósítasz, teljes mértékben tudsz kapcsolódni. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes világ, ahogy a neve is mutatja, ugye az angol kifejezés, hogy ez egy világszervezet, egy világon működő dolog. Igen, igen, ez a divatforradalom, ez több mint 90 országban van jelen a világon, és tulajdonképpen ez egy nagyon szomorú apropóból indult. Bangladesben leomlott egy 8 emeletes ruhagyár, és több mint 1000 ember halt meg ott, és több mint 2000-en megsérültek, és ez volt tulajdonképpen az egyik legnagyobb ipari katasztrófa a világon. És ezután döntöttek úgy, hogy elindítanak egy mozgalmat, mert hogy nincsen rendben a ruhaipar így, ahogyan ma működik, hogy tulajdonképpen távol-keleten tömegek ébérért dolgoznak, és nagyon olcsó munkabérért és borzasztó körülmények között állítanak elő tömegesen olcsó ruházatot, amin egyébként a vállalatok tulajdonképpen meggazdagodnak, és ez érkezik el hozzánk az áruházakba, és ez könnyen elérhető, ez az úgynevezett fast fashion, a gyors divat, könnyen elérhető, és számunkra is viszonylag olcsóak ezek a ruhák, de hát ez ennek a nagyon nagy árát távol-keleten fizetik meg. Olyan érdekes, mert a gyerek pont most tanulja ugye az ipari forradalmat, meg a francia forradalmat, és hogy így hétvégén kérdeztem kitől, és hogy totál ugyanez, tehát hogy gyerek munkaerőket dolgoztatnak, és ugye itt is ugyanerről van szó. Nagyon-nagyon szegények azok a munkások, akik ezeket a ruhákat előállítják a gyárakban, és igazából meg ami a kijön végtermék, ugye a Csillivili, a plázákban, a nem tudom én, jó, akkor még nem voltak plázák, de hogy valahogy az 1700-1800-as évektől nem tudtunk úgy elrugaszkodni, tehát hogy még mindig itt tart a történet, vagy már megint újra itt tart. Hát igen, megint újra itt tart, és egyébként még ehhez hozzátartozik az is, hogy a gyártók és a forgalmazók fölözik le ugye a hasznot, és hogy nekik minél nagyobb hasznuk legyen, ezért gyorsan változó ez a divat, az ő érdekük, hogy minél többet vásároljunk, hogy minél gyorsabban változzanak ezek a kollekciók, és nagyon rossz minőségű ruhák ezek, tehát rossz minőségű az alapanyaguk, rosszul vannak elkészítve. Tulajdonképpen, hogyha egy ilyen fast fashion boltban megvesz valaki egy ruhát, pár mosás után kinyúlik, elcsavarodik az oldala, látható, hogy a szabására nem fordítanak gondot, annyira silány és vékony anyagú pólók vannak például, hogy egyszerűen pár mosás után kiukad. Szóval ez mind arra, ennek mind az a célja, hogy minél gyorsabban vásároljunk, minél többet gyártassanak, és a hasznukat... És iszonyat szemetet termelünk mindössze, mert hogy ez utána hova kerül? Kukába? Senki igen, igen, igen. Kukába a ruha hulladék mennyisége az hatalmas, és nem is csak az, hogy a fogyasztóktól az elhasznált ruha kerül a hulladékba, hanem ha nem fogy el a boltba az adott készlet, akkor azt is viszik égetőbe, viszik a hulladékba. Hát nemrég lehetett látni, így eléggé sokan megosztották, hogy egy chilei sivatag tömve tele van ruha hulladékkal, és odarakják le meg Afrikába, tehát úgymond elviszik Afrikába, hogy jótékonyságba adjuk a ruhát, de hát nincs erre szükség. És hihetetlen mennyiségű ruha van jelenleg a világon, és gyártják megállás nélkül. És ehhez a Fashion Revolution Weekhez, tehát akik ez ellen akarnak tenni a kampányukat, kapcsolódtál te is, ugye, mint két fecske.
itt a Rajka Kúriában környezettudatosság, újrahasznosítás, csodálatos modellek, a te ruháid voltak láthatók, a te általad tervezett ruhák. Hány modelled volt? 20. Azt hiszem 20. Igen. És ezek a te általad megálmodott ruhák vonultak föl, majdnem azt mondtam, hogy a lányokban, nem a lányokon. És hát a modellek is azért elég különlegesek voltak, mert olyan szempontból, hogy nem feltétlenül olyan modellek voltak, akik profik voltak, bár a végére én szerintem mindenkiből kiderült, hogy ott mindenki profi volt, mert ahogy mozogtak, azt senki nem mondta meg, hogy nem 6-8-10 évet töltött már el kifutón, hanem azért itt olyanok voltak, akik... Hát teljesen hétköznapi nők. Hétköznapi nők, az ismerőseim, a rokonaim, a barátaim, és voltak köztük profi modellek is, de tudatosan választottam olyan embereket, akik húsvér emberek, akik hétköznapi nők, és szépek, és stílusosak, és merik ezt vállalni, felmerik vállalni azt, hogy olyanok, amilyenek. Én nagyon fontosnak tartottam azt a divatbemutatón kifejezni, hogy szerintem nem attól csinos valaki, hogy 18 éves és 40 kilós. Tehát úgy gondolom, hogy aki jó nő, az mindenképpen jó nő, és akárhány éves. És úgy gondolom egyébként, hogy sikerült mindenkinek a megfelelő ruhát, az egyéniségéhez illő ruhát kiválasztani, és szerintem nagyon passzolt minden modellhez az, amit viselt. Mert ugye korosztályban is, tehát nem az a 18-20 éves korig bezárólag, hanem azért voltak itt fiatalok, mert ide álltak az ügy mellé mondjuk a piarista iskolának a diákjai, akik azért kis nyegle kamaszok, már legalábbis belőlük jó néhány. Azért ott volt melletted egy Hajtai Vanessa, aki az MKC kézilabdázója, azért oda jött az Ócser Zita, ebbe a csapatba belefért, aki ugye koreográfus, őt is nagyon sokan ismerik, de hát a Szilvi is, aki ezt az egész bemutatót összehozta, megszervezte, és hát ahogy nézzük a korosztályokat, tehát voltak a kicsik, és akkor voltak a kicsit idősebbek, mondjuk inkább így, meg ahogy mondtad, hogy méretre is, tehát volt a ilyen vékony, meg azért volt, akin volt mit fogni, szokták mondani a fiúk, tehát hogy azért ilyen nagyon az, ahogy mondtad, a húsvér modellek mindenki így felsorakozott. Ez így tudatos volt, hogy mindenkire olyan ruhát passzintasz, ami hozzávaló, vagy ez így jött a próbák során? Hát ezt nem terveztem el előre, de végül is valahogy úgy sikerült választani. Egyébként voltak olyanok, akiknek a saját ruhája volt, amit bemutatott. Például a Hegedűs Borira pontosan őrá készült ugye a sárga ruha, és ugyanígy a testvérem Kocsis Noémi is bemutatott egy ruhát, egy nyakkendőkből álló ruhát, azt teljesen őrá, az ő testére alakítottam. Voltak olyanok, akiken először volt ez a ruha, de mégis így sikerült így kiegészítőkkel olyanná varázsolni, hogy az ő egyéniségükhez passzoljon. Szóval nem tudatosan indult így, de aztán így alakult. Akkor vezetve volt a kezed valahonnan föntről. A Bori ruhájára visszatérve, ugye beszéltünk már erről, voltál egyszer itt a stúdióban, te is debutáltál, meg ő is debutált a dalban, így közösen együtt. Ővé volt a nagyobb főszerep, de te gondolom, te jobban izgultál, hogy akkor a ruha hogy működik adásról adásra. Ezt a ruhát aztán árverésre is bocsátotta a két fecske, tehát ebből lett egy kis befolyt összeg is, mert hogy ennek az egész történetnek volt egy jótékony vonulata is. Igen, a Fashion Revolution mozgalomnak minden évben vannak kitűzött céljai, és a magyarországi szervezet kitűzte az ukrajnai menekültek segítését. Nyilván ez most nálunk nagyon aktuális, és ez az, amihez mi is csatlakoztunk. Árverésre bocsátottuk a Bori ruháját. Hát maga az árverés nem volt annyira sikeres, tehát nem jelentkeztek túl sokan a licitre, de végül is elkelt a ruha a kitűzött összegért. Pribránszki Bálint vásárolta meg 50 ezer forintért, és ezen kívül pedig magán a rendezvényen gyűjtöttünk adományt a résztvevőktől, a közönség is 52 ezer forintot adott össze, és ebből az összegből szeretnénk a mosonmagyaróvári menekült szállás számára kerti bútorokat és játékokat vásárolni, hogy komfortosabbá tegyük az ott élők mindennapjait.
Ugye készült egy stream is erről, tehát hogyha most valaki így érdeklődik az esemény iránt, és nem volt ott is, szeretné megnézni ezeket a ruhákat, akkor megnézheti, mert fönn van a YouTube-on, hogyha jól tudom, akkor a két fecskének van egy ilyen YouTube videója, tehát ez visszanézhető bármikor. Igen, a két fecske csatornáján, YouTube csatornáján. Akkor csak elég ezt megkeresni. Igen. Meg hát azért elég sokan oda jöttek utána hozzád, hogy folytatás így, folytatás úgy. Meg téged ismerve is biztos, hogy már vége volt a rendezvénynek, és már gondolkoztál azon, hogy folytatás, mi lesz most a következő? Hát ezekkel a ruhákkal most már egészen biztos vagyok benne, hogy az a tervem, hogy ezeken a modelleken leszeretném fotóztatni a ruhákat, valamilyen szép természeti környezetben, és hát ugye ezekről a ruhákról készültek már fotók Hegedűs Borin még ősszel egy részéről. De pont azért, mert annyira passzolt ezekhez a lányokhoz, akik felvették, szeretném, hogyha ő rajtuk is készülne erről fotósorozat. Aztán a későbbiek meg majd alakulnak. Tehát ez az első lépés szerintem. Akkor sok sikert a fotósorozathoz mindenképpen, mert ez egy izgalmas lesz ennyi modellel végig csinálni ezt az egész történetet, úgyhogy ez nagyon szép legyen, meg nagyon ízléses. Biztos, hogy nagyon sokan fogják megnézni, mert ugye itt a ruhák iránt is nagyon sokan érdeklődtek, meg maguk a történetük iránt, meg hogy hogyan van, meg mit lehet összehozni. Tehát azért ez mozgatja az embereknek a fantáziáját. Aztán gondolom, majd akkor megint vezérelve leszel föntről, és akkor majd jön a további folytatás. Igen, a ruhák történetéről még annyit, hogy ezt mondtam neked korábban, hogy ezek úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű ruhák. Tehát ezek tényleg egyszerű körszoknya, egyszerű ráncolt fodrú szoknya, szóval nincsen igazából az elkészítésében bonyolult, és szeretnék egy ilyen posztsorozatot indítani az oldalamon, hogy mesélek arról, hogy ezek a ruhák hogyan készültek, és szerintem alapvarró tudással egyébként hasonlóakat bárki tud készíteni, és szeretnék ezzel egy ilyen kis szemléletformáló, vagy nem is tudom, edukáló sorozatot elindítani, hogy bátran vágjanak bele az emberek, és bátran készítsenek maguknak ruhát az otthon felelhető anyagokból, függönyökből, mert nagyon-nagyon jó dolgokat lehet találni. Szerintem, hogyha valaki meglátja benne a lehetőséget, vagy tehát magát azt, hogy ilyen izgalmas ruhákat lehet készíteni végül is újrahasznosított anyagokból, olyanokat, ami tutira nem fog szembe jönni. Tehát újrahasznosítottból nem lehet két egyformát csinálni, mert nincs két egyforma alapanyag, amit valahonnan így összeszedek. Szóval szeretném ezt most így a közeljövőben a divatbemutató fotóival illusztrálva elmesélni, hogy hogyan készültek a ruhák, és biztatni tényleg mindenkit arra, hogy vágjon bele. Kedvet kap, és ő is tud, ha nem feltétlenül ilyet, de hasonlót, mert ugye két egyforma nincs, úgyhogy persze. Lehet, hogy akkor ő is kitalál valami ilyet. Hát köszönöm szépen, akkor ezek szerint még nagyon sok a terv, nagyon sok a munka, nagyon sok a feladat, de hát hogyha ilyen végtermékek vannak, és ilyen csodás rendezvények, akkor azt gondolom, hogy ez már megéri. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és gratulálok még egyszer a ruhákhoz. Én is köszönöm szépen. Élhettér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.